A hegesztő szimulátoron is kipróbálhatták képességeiket a nyílt napra érkezők. Az első István szakképző iskola minden képzési formájába betekintést kaphattak az érdeklődők. A 8. osztályosok osztályfőnökei szerint ezek az alkalmak nagyban segítik a pályaválasztás előtt állókat. Véleményük szerint a szakképzés az utóbbi években egyre vonzóbb a pályaválasztók körében. Látják a jövőjüket, a lehetőségeket, látják azt, hogy a megélhetésük biztosítva lesz azáltal, ha jó szakmát tanulnak. Engem személy szerint megnyertek már az első 5 percben ezzel a stílussal és ezzel a környezettel, a hangulattal. Látszik a gyerekeken, hogy kiegyensúlyozottak, nagyon jó kezekben vannak, és tényleg egy védőháló veszi őket körül az intézmény által. Az idei évben a szakképzésben résztvevőknek nem szakmát, hanem ágazatot kell választaniuk. A nyílt napon e szerint adtak ötleteket a szülőknek és a leendő középiskolásoknak. Iskolánk a 8-osok számára 4 ágazatot hirdet. Az építőipar ágazatot, a gépészet ágazatot, a kereskedelem ágazatot és a szociális ágazatot. És a 8-osoknak ezen ágazatokat kell majd jelenleg választani, és majd, amikor itt eltelik egy év, aki 3 éves képzésre jelentkezik, akkor az ágazati alapoktatás után tud szakmát választani. Az a tapasztalat, mondja Sárosdi Bernadett, hogy a nyílt napokon résztvevők be is jelölik továbbtanulási lehetőségként az iskolát. Pakson a mostani bemutató nap után még egy alkalommal a pályaválasztás végleges eldöntése előtt újra kinyitják a kapukat az érdeklődők előtt.